A Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Almási Tagintézményének tornaterme 1992-ben épült. Jelenleg 316 általános iskolás tanuló és több makói sportszervezet, köztük a Makói Kézilabdaklub utánpótlás szakosztálya használja testnevelés órákon és edzéseken. A terem padlózata, belső kialakítása megfelelő. Az intézmény a diák sportköri hozzájárulásokból karbantartja, de sajnos a tető több helyen beázik, és az öltözők állapota is leromlott. A Magyar Kézilabda Szövetség még tavaly kiírt pályázata azonban kapóra jött a városvezetésnek. Így közel 30 millió forintból újulhat meg a terem, melyhez az önkormányzat 8,6 millió forintos önerőt biztosít. A kivitelezőt a Magyar Kézilabda Szövetség választotta ki. A Globál Sport Kft. hamarosan elkezdi a munkálatokat. A felújításra a kivitelezőnek 60 nap áll rendelkezésére, melynek keretében kicserélik a tetőt, Térel választó függönyt szerelnek fel, ezzel a terem két részre lesz osztható. Új nyilázzárok kerülnek be, a régieket lefestik, rendbe teszik az öltözők padlóját és a vizes blokkokat, valamint több helyen kiavítják és újrafestik a falakat. A munkálatok előre láthatóan őszre befejeződnek, így az új tanév kezdetén már birtokba is vehetik a gyerekek a megújult csarnokot.